December 16-án a Bicskei Polgármesteri Hivatal előtt felállított adventi koszorúnál került sor a negyedik gyertya meggyújtására. Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat, egy érzést, melyben a hit, remény, öröm, szeretet teljessége válik egyé. A négy láng fényében ott van a misztérium, az egység. A negyedik, utolsó gyertya szeretetet szimbolizálja. Míg múlt héten Szűz Mária, addig most keresztelő Szent János áll az advent középpontjában. Ő volt az, aki szeretetével megnyitotta az emberek szívét, ő hirdette Jézus eljövetelét. A karácsony megadja az életünkben, hogy a legkisebb és legfontosabb közösségünk, menedékünk a család felé forduljunk, mert a legnagyobb érték társas életünkben a család. Életünk értelme leginkább közösségben, a családban válik teljessé, akkor abban a megbecsülés, tisztelet és a kölcsönös szeretet uralkodik. Az angyal énekel, tekints az égre fel, napvilágos lett az ég, meghasadt az ég, és a második személy most a földre lép, nézet ont az ég, nézet ont az ég. A negyedik gyertya meggyújtása előtt a Szent László Általános Iskola diákjainak műsorát láthatta a közönség. Majd Gergely atya mondta el ünnepi gondolatait, és gyújtotta meg a negyedik gyertyát az adventi koszorún. Kedves egybegyűltek, a mai napon az, hogyan énekeltünk és énekeltek gyerekek, szent az út, olyan út, ami vezet minket az öröki valóságba, és ebben a világban élünk, és most már a negyedik gyertyát fogunk gyűjteni, ami a szimbóluma, mint a szeretet. Szent II. János pápa, amikor még gyerek volt, mindig tanult, és ült egy szobában, házi feladatot is, és megpróbálta mindig megcsinálni, és vele szemben volt egy óra, és nézte óra, és óra alatt volt egy írás, ami arról szólt, hogy szalad az idő, szalad az idő, és az öröki valóság vár. Annyira jó, hogy itt vagyunk, hogy minden percben jól tudunk készülni önmagunkat a életünkre, és az öröki valóság már itt kezdődik, tele szeretettel. A negyedik gyertyát, ami arról szólt, hogy Isten fia jut a világra, és ő a világ világossága. Ő jut a világra, hogy akkor minket valamilyen szinten meggyőzni, hogy fontosak és értékesek vagyunk neki. Minden áron a jó Isten akar nagyon közel hozzánk lenni, és valamilyen szinten megmondani az embereknek, hogy ti fontosak és értékesek vagytok nekem. Máté evangéliumában olvasunk. Íme a szűz, gyermeket fogon, és fiút szül, és az Emmanuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Velünk az Isten, ami már Izajás proféta mondta, hogy ez Istennek a vágya, hogy az életünk minden megnyilvánulásában jelen legyen. Amikor örömeinket vannak és nehézségeinket, a jó Isten akar velünk lenni. Soha nem hagy minket. A karácsony azt üzeni nekünk. De nincs karácsony az advent nélkül. Ferenc pápa egy beszédében ezt mondta. A mi Istenünk, egy eljövő Isten, ne felejtsétek el azt, Isten olyan Isten, aki jön, folyamatosan jön, nem okoz csalódás várakozásonban, az Úr sosem okoz csalódást. Ebben a várakozásban vagyunk, és soha a tíz parancsolat, az evangélium, amikor jól és jó módon akarunk meghallgatni az Isten üzenetét Krisztusban, nem okoz nekünk csalódás. Azért tanulunk a szeretetben élni és használni minden pillanat, amikor a szív mélyében a jó Isten hív minket, hogy tedd meg ezt a jót. Mert nem nehéz jónak lenni, csak akarni kell. Ez nagyon fontos. Az életünkben az nem nehéz dolog, de ha nem akarom, akkor még nagyon nehéz. Emlékezzetek, egy lelkinapok alkalmával arról is beszéltünk, volt egy atya,
Indiában dolgozod, aki ez mottoja volt az életünkben, életében. Nem nehéz jónak lenni, elég csak akarni. És igazából ez a negyedik gyertya Krisztusban hív minket, hogy próbáljunk meg jók lenni, és ehhez kell akarni. Van egy gyönyörű szép vers, és ez a verset szeretném egy idézni. Lambert Noben írta ezt a verset. A megszületett Jézus mondja. Mezítelenül születtem, hogy le tudj mondani önmagadtól. Szegényen születtem, hogy megtalálhassd bennem a gazdagságot. Kicsinyek születtem, hogy te se akar uralkodni másokon. Istálóban születtem, hogy megtanulj tisztelni minden helyet. Gyermekként születtem, hogy megtanulj te is nyíltnak, bizalommal telinek lenni, mint a gyermek. Te érted, születtem, hogy minnyáján együtt térhessünk vissza az Atya házában. A nagy teremtő Isten született, mint egy gyermek. Hogy mi is az életünkben tekintsünk egymásra, és bízunk úgy, mint egy gyerek, az Isten szavára, Isten igére, és ahogyan mondtam nektek, nagyon fontos, hogy most, amikor nem sokára fogom a negyedik gyertyát gyűjteni, ne felejtsünk el, hogy értékesek vagyunk a jó Isten kezében, és hív minket, hogy öröki valóságot már most építsünk, amikor ezt fogunk tenni. A jót, amely nem nehéz megtenni, csak akarni kell. Az életünkben Isten segítségével azért azt kívánom mindenkinek adventi utolsó hétre és a közeledő karácsonyra, hogy ne felejtsünk, hogy az Isten személyben értékesek és fontosak vagyunk. Hogy Isten bízik is bennünk, hogy jót tudunk megtenni. És ne felejtsünk, hogy mellettem lévő ember is értékes az Isten személyben, azért fontos nekem is tisztelni őt, figyelni rá, és figyelni egymásra. Mert a várakozásban nagyon fontos az a pillanat, amikor tudunk egymásra figyelni. Ez egy nagy-nagy művészet, és erre is meg vagyunk hívva. Mindenkinek tovább is kívánunk a mi Katolikus Egyház közösség nevében az egész városának áldott adventet, és aztán is a karácsony, és utána is az új évet, hogy valójában éljünk és befogadjunk Isten, aki születik, mint egy gyermek. És úgy is élünk nagy bizalommal az Isten felé. Most következik a negyedik gyertyát gyújtás. A rendezvény végén Bálint Istvánné Bicskváros polgármestere mondta el ünnepi jókívánságait. A szeretet jegyében, a szeretet lángja mentén szeretnék egy tegnapi élményemet megosztani veletek, ami a ti iskolátok büszkesége. Tegnap lehetőségem volt a Bazilikában az AMKA kiállítás megnyitóján részt venni, és nagyon boldog voltam, amikor Rebus néni nevét hallottam, és hallottam azt, hogy az iskola másodikos osztálya, ugye másodikos évfolyam egy alkotással készült, és aztán felmentünk a lovakterembe, megnéztük ezt a kiállítást, és ott volt a ti Szent László iskolás fátok, és ezen a fán egy rengeteg, nem egy, hanem rengeteg üzenet, ami azt gondolom, hogy mind-mind a szeretet jegyében készült, és nagyon boldog voltam attól, és szeretet járt át a szívemet, hogy milyen jó volt látni azokat az idegen, számomra idegen embereket, akik nem ismernek benneteket, nem ismerték azt, hogy kik voltak azok, akik ezt a fácskát és a fácskán szereplő jó kívánságokat elkészítettétek, és mindenki azt mondta, hogy ez milyen nagyon kedves, milyen nagyon szeretetteljes. Úgyhogy én tulajdonképpen csak áldott békés boldog karácsonyt szeretnék kívánni nektek, és kedves családjaitok minden tagjának, és ezen keresztül Bicske minden polgárának. Legyen még a felkészülési idő szeretettel, örömmel, békével és hittel teljes, és aztán majd a karácsonyotok is legyen nagyon boldog, és tudom, hogy a karácsony Isten igazából nem erről szól, de legyen a fa alatt olyan dolog a szeretet mellett, amire nagyon vágytok. Boldog karácsony kívánok mindenkinek!